Sziasztok! Eljött a idő, hogy lesimítsam a Pacert körbe. Arra kiterítettem a homokot, hogy jó megszáradjon, így könnyen át tudom rostálni, mert szúnyog 3 fokom át rostálni. Ez minden apró követ kiszed, így nem kell vele szenvednem simításkor. Azután egy sima hungarocél simítóval fogom lesimítani. Itt van. És előtte még itt föl kell kaparni minden koszt, és utána fogom majd csak bevakolni. Először rostáljunk. Sok kavics jött ki, úgyhogy ettől megszabadultunk, sokkal szebb lesz a simítás, mert nem kell vele szenvedni. Úgyhogy én ajánlom így át szitálni szúnyoghálón a homokot. Most jött föltakarítok. Amit látjátok, gyönyörűen fel lett takarítva. Azért fontos, a lehulló anyaggal ne húzzuk fel a követ, ezért érdemes jó előtte föltakarítani. És akkor jövök, megcsinálom a kis vakolásomat. Ha megnézitek, itt is van benne karc, úgyhogy sajnos a méz is tiszta kő, azt is át kéne rostálni, akkor lenne nagyon király, mert így is kikarcolja a mézkövek, meg vannak szirádulva, ilyen kis kövecskék, vagy alapjáraton ilyen volt a méz.
Na, készen van a simítás. Így néz ki. Egész. Ráfókuszálna. Nem akar valami. Hát ilyen lett a mi kis fészerünk. Célját fogja szolgálni. Úgyhogy ilyen lett. Mindjárt nem tudom hány óra van. Délután kezdtem neki. Remélem tetszik a videó. Most már csak a külseje van, itt le kéne vakolni. Egyelőre így állunk, de ezt már be fogjuk rendezni polcokkal, és akkor lehet kipakolni a sok limlomot. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!